Belementi munka során beszéltünk a bankadóról, a kiskereskedelmi adóról, arról, hogy a baloldal segélyeket vagy béreket akar adni az embereknek, illetve az általam felvetett osztalékadóról is. A Fidesz elképesztő cinikus módon úgy állítja be a helyzetet, mintha Magyarországon azért lenne szociális válság, mert járvány van. Ez egyáltalán nem igaz, sajnos a helyzet a járvány előtt is borzasztó volt, most a járvánnyal kapcsolatban sajnos még rosszabb lett a helyzet. Fidesz persze továbbra is hozza a törvényeket, de saját bevallásuk szerint is ugyanazt folytatják, amit eddig. Őszintén szóval nem is értem, hogy ezt önök hogy gondolják. Az látszódik, hogy nincsenek erre felkészülve, erre a válsághelyzetre. Valóban ugyanazt teszik, amit eddig, és semmilyen javaslatot nem fogadnak el az ellenzék részéről. Úgy adóztatják meg az évente 700 milliárd nyerességgel rendelkező bankokat 55 milliárd forintra, hogy azt 4 év alatt gyakorlatilag visszaadják a bankoknak. Sárdi Antal azt mondta, hogy ő szégyeli magát, hogy ebbe a parlamentben van. Én azt mondom, hogy nem neki kell szégyelnie magát, hanem önöknek, hogy egyáltalán ezt a dolgot idehozzák a parlament elé. A multikat pedig úgy adóztatják meg, hogy azt a multik lehetőségük van a fogyasztókra átterhelni. Tehát gyakorlatilag egy áfa emelést hajtanak végre, amit azokkal az emberekkel fognak megfizettetni, akiknek a fizetése továbbra sem emelkedik, márha egyáltalán megmarad a munkájuk. Na ezt csinálja a Fidesz-KDNP, ahelyett, hogy pénzt adna az embereknek, még inkább elvesz tőlük, és az ő pénzüket gyakorlatilag odaadja a bankoknak és a multinacionális cégeknek, és ezt még törvénybe is foglalják. A jobboldali pártok azt kezdték el mondani az elmúlt hetekben, persze már évek óta mondják, de most ez felerősödött, hogy a baloldali pártok, így az Igen Szolidaritás Magyarországért mozgalom is, aminek én az egyik alapítója vagyok, segélyt akar adni az embereknek. Én személyesen is azt szeretném, hogy normális munkáért, mondjuk napi 8 óra munkáért olyan bért kapjanak a magyar emberek, amiből meg lehet élni. Az a pártunknak a missziója, hogy Magyarországon normális bérek legyenek. Az emberek, hogyha heti 35-40 órát dolgoznak, akkor abból meg tudjanak élni. Ne kelljen másod vagy harmadállásba dolgozni. Úgyhogy ezt a vádat a parlamentbe is visszautasítottam. Senki nem azért küzd a magyar parlamentben, hogy bárki, hogy segélyekből éljenek az emberek. Mi azért küzdünk, hogy Magyarországon a minimál bér legyen nettó 200.000 forint, ehhez jöjjön még 37.500 forint családi pótlék gyermekenként, és a minimál nyugdíj pedig legyen 100.000 forint. Ez a minimum, ahonnan a magyar társadalomnak amit meg kell kapnia, és innen fölfelé jön az összes többi bér. Mi ezért küzdünk. Sokszor fogják az ellenzékre, így természetesen rám is, hogy állandóan csak követelőzünk, de nem javaslunk semmit. Ez természetesen nem igaz, most is az összes többi ellenzéki párt is javasol, és természetesen nekünk is van javaslatunk. Az Igen Szolidaritás Magyarországért mozgalomnak az a javaslata, hogy mivel rendkívüli helyzet van az országban és a világban is, ezért idén kivételesen adóztassuk meg a multinacionális cégeket. De ne úgy, hogy azt átháríthassák a lakosságra. Akkor az osztalékot idén adóztassák meg 98%-kal. Ez valóban oda fog vezetni, hogy valahol innen 1-2000 kilométerre valaki nem fogja megvenni a 128. luxusjaktját. Az a javaslatunk, hogy idén 48 millió fölötti osztaléknál 98%-os legyen az adó. Azt gondoljuk, hogy ezek a cégek, akik évente 1000 milliárdokat visznek innen ki, extra profitként, évtizedek óta, most az egyszer igazán megtehetik, hogy ezt a pénzt itt hagyják a magyar államnak, és a magyar államnak pedig kutya kötelessége ezt a pénzt a magyar emberekre költeni. A bérekre, az egészségügyi ellátásra, az oktatásra és mindenkinek, aki rászorul. Nem azért dolgoztunk 20-30 évet, hogy most, amikor bajba kerül az ország, azok a cég, akik rajtunk 1000 milliárdokat keressenek, ne segítsenek rajtunk. Igenis, az osztalékot, ami ugyan eddig is adózik, de csak 15%-kal, idén föl kell vinni 98%-ra. Bár az elmúlt napokban, hetekben, sajnos hónapokban minden nap meg kellett köszönnünk, és meg is köszöntük az ápolók munkáját, ma van az ápolók nemzetközi világnapja. Ezen nap alkalmából is nagyon-nagyon köszönöm magam és a társaim nevében azt az áldozatos munkát, amit végeznek. Nem csak most, amikor ennyire elképesztően nagy a baj, hanem a mindennapokban is. Kívánom nekik, hogy legyen erejük ahhoz itt Magyarországon,
hogy fölismerjék azt, hogy az ő munkájuk van annyira fontos, mint bármelyik más munka, és kívánom, hogy közösen ki tudjunk állni az ő érdekeikért, hogy végre ne 2-3 műszakban megalázó pénzekért kelljen dolgozni, hanem elérhető legyen az az álom, hogy egy munkahelyen heti 35-40 órában igenis meg tudják keresni azt a mennyiségű pénzt, amivel Magyarországon jól lehet élni. Kívánom, hogy ez nagyon hamar elérkezzen.